Nagyon nagy szeretettel köszönjük a kedves nézőket, önök VNTV-t, Viva Natura televíziót láthatnak. Más hangszeretett társalgás adássorozatunkban nagy szeretettel Peter Jones-ot köszöntöm a stúdióba. Nagyon köszönöm nagyon nagy megtiszteltetést, és köszönöm szépen. Nagyon örülök, hogy elfogadtad a meghívást. Aki nem ismeri Petert, már van egy korábbi adásunk, hiszen már találkoztunk. Meg pedig boldogság témában, boldogság, a gyermekeink boldogságának fontossága témájában. Peter sikeres üzleti vállalkozó, író, motivációs tréner. De azért a beszélgetést onnan indítanám, hogy egy kicsit távolabbról, hogy már azért nem titok az, hogy az ember és maga ez a létezés, ez egy szintiszta boldogságból van. De az ember kijelentette, hogy elveszett ez a boldogság, és van egy ilyen mondásunk, hogy az egész életünk egy boldogság kereséséről szól. Tehát, hogy elvesztettük valahol ezt a boldogságot, és keresni kell. Mi a neked a meglátásod ezzel kapcsolatban, hogy mennyire balga az ember, vagy pedig valóban óriási segítségre szorulunk ezen a téren? Nálam 12 éve kezdődött, amikor megkezdtem utálni magamat. Annyira utáltam magamat, hogy miért vannak kitöréseim, és kiabáltam az ex-feleségemmel, az alkalmazottaimmal, és ekkor kezdtem el önfejlesztő programokra járni, pszichológus, kinezológus, családállító, és így próbáltam megkeresni mindig, hogy hol van az a boldogság, hol létezik, mert mindig kívülről kerestem. Szerinted van a recept a boldogsághoz, vagy pedig, mert ugye amikor receptet adunk egy boldogsághoz, akkor az megint egy kicsit úgy kívülről jön. De mégis azt, hogy a boldogság micsoda és hogy az hogyan működik, azt mégis valahol a boldog ember tudja elmondani és megosztani másokkal. És meséld el nekem, kérlek, hogy jutott el arra az elhatározásra, hogy most már boldogság szakértővé is váltál, hogy könyvet írtál a boldogságról, mégpedig egy olyat, amihez 100 utat is összegyűjtöttél, hogy hogyan tudunk boldogok lenni. Nem hívnám magamat boldogság szakértőnek. Azt szoktam mondani, hogy általában minden nap egy boldog életet élek. Szóval már körülbelül egy éve, egy és fél éve 95%-ban boldogon kelek, azt teszem, amit tényleg szeretek, amit szívből csinálok, és a mindennapjaimat tényleg úgy élem, hogy boldogságban. Ez 14 évnyi önfejlesztés volt, meg nagyon sok fájdalom a anyukámnak az elvesztése, amikor 11 éves voltam. Onnan is jöttek ezek a kitörések, amikor az alkalmazottaimmal, a szállodáimban az alkalmazottaimmal kiabáltam. Ott megutáltam magam, és sokszor az ellentétekről mesélek is a könyvben, mert ennek az ellentéte miatt tudtam könnyebben rákeresni, hogy mit nem szeretnék. És megutáltam magam, és emiatt annyira akartam változni, vagy megkérdőjeleztem, hogy miért utálom magam, miért csinálom ezt nap mint nap, miért kiabálok mindenkivel, és így könnyebb volt, vagy számomra ez volt nekem az út, hogy hogyan találjam meg ennek az ellentétét. Ugye az emberekre inkább az a jellemző, meg úgy az életünkre általában, a mindennapi életünkre, hogy először azért nem magunkból ábrándulunk ki, hanem a világból, a környezetünkből először azt hibáztatjuk. Tehát azt mondom, hogy én azért nem vagyok boldog, mert ilyen a társam, mert ilyen a munkám, mert ilyen a főnököm, mert ilyen az ország, ahol élek, ilyen a mentalitása a népnek, ahol élek. Azért téged, amióta ismerlek, mindig nagyon optimista volt, és mi nem csak akkor találkoztunk, amikor nagyon jól ment a biznisz. Mi nem csak akkor találkoztunk egymással, és tudtunk nagyon békésen, nagyon szeretetteljesen beszélgetni, hanem akkor is így beszélgettünk egymással, amikor éppen a padló alatt voltál, vagy nagyon úgymond nem mentek jól a dolgok.
Szerinted van-e azért olyan is, hogy aki nem feltétlenül a boldogságra születik, tehát hogy boldogságból születünk ugye mindannyian, de lehet, hogy valakinek az lehet az életútja, az a maga, az a sors feladata, hogy ő most ne ezzel foglalkozzon, hanem igenis keserítse meg a többieknek az életét, és legyen mindig a Krampusz így a világban, aki alá fogja ásni ezt a boldogságot. Hiszen ugye a teremtés teljességében ugye ennek is helye van. A boldogsággal tudunk egy bizonyos idő után szemlélni nagyon rossz dolgokra is, azt is tudjuk csodálattal nézni, de te neked mi a véleményed arról, hogy azért itt nem mindenki boldogságpárti, mondjuk így? Igen, ez tényleg ez egy mély téma. Én amikor kérdezik tőlem, hogy Péter, miért nem élsz Ausztráliában, ahol születtem, Sydneyben, hát ott sokkal jobb, sokkal boldogabbak, mint sokkal kiegyensúlyozottabb szinte mindenki, úgyhogy még nem voltak ott, de ezt mondják. És akkor én mondom, hát de Magyarország is gyönyörű, egy gyönyörű ország, hogy korlátlan víz van alattunk, nagyon sok a világon második legtöbb víz, ivóvízünk van, tiszta levegő van, egy biztonságos ország, szóval a világnak a kétharmadához képest nagyon biztonságban vagyunk, még este is azért le tudunk sétálni, meg a belvárosban is. Szóval csodálatos dolgok vannak Magyarországon, a természet is, és ez mindig egy dolgot, amit szoktam mondani, ugye, de sokszor, akik nem voltak például Afrikában, Indiában, Ázsiában, és ott látni, hogy milyen szegénység van, tényleg azért nagyon, nagyon jó dolgunk. Szóval sok oka van, hogy mi boldogak lehessünk. Ezzel szoktam kezdeni, de ez persze nem elég, mert ez csak mondani. Ezt csak mondani tudom, de nem, az nem elég. Leírtam 6 dolgot, 5-6 dolgot, amióta én ez az 1,5 év alatt szinte minden nap úgy kelek, hogy boldogan kelek, és azt csinálom szinte nap, mint nap, amit szeretek csinálni, élvezetből csinálok. Az első, amit szoktam mondani, azt, hogy a napnak a 80%-a az általában meghatározza a reggeli indulásnak a 20%-a. Szóval ez a 20-30-40 perc sokszor meghatározza az egész napunkat. És sokszor már akkor nézzük a híradót, a tévét, bekapcsoljuk a telefont, és látjuk a híreket. Ezt én ugye nem szoktam nézni. Nagyon ritkán, havi egyszer nézem meg a híreket, szóval általában nem is, ha nincs is tévém, hogy ne is engedjem meg magamnak. De ez a reggeli 20 perc, ezt, hogyha hálával kezdjük a napot, és Én mindig a reggelit megköszönöm, hálával mondom köszönetet a reggelinek, a tiszta levegőnek, a napsütésnek. Ugye sok városban nem is lehet tisztát lélegezni, mert mondjuk Kínában, a városokban olyan nagy a szennyeződés, hogy nagyon szerencsések vagyunk. Szóval ez az első, amit szoktam mondani. Aztán van Gandhi egy érdekes dolgot mondott, hogy a boldogság az, hogyha fele annyit eszünk, dupla annyit sétálunk, és tripla annyit mosolygunk. Ez most is röviden ez a második pont, hogy nem az, amit meg szeretnénk szerezni, amire vágyunk, hanem megbecsülni, amink már van. És nagyon sok ember mondja, hogy hát, de Németországban, Ausztráliában, ott sokkal jobb, ott minden jobb. És sokszor nem becsüljük meg, ami már itt van nekünk Magyarországon. Mert egy tényleg csodás országban élünk, annyi pozitivitás van nap, mint nap, csak azt kell látni, azt kell bevonzani. Mi körülöttünk van mindenhol. Ez a második. A harmadik az a tiszta áramlás. A tiszta áramlás ez a ki és a beáramlása, és nagyon sokszor 15 éven keresztül, amikor felépítettem a szálloda vállalkozásaimat, akkor mindig le akartam faragni az árat, amikor a gáz meg az elmű
gáz meg az elmű csekkeket be kellett fizetni, meg a közös költséget a lakásoknak, ugye havi több millió forintról beszélünk nálam, akkor mindig nagyon fájdalmasan adtam ki ezt a pénzt. És pont tavaly változott ez bennem meg, amikor hálát mondok, és köszönetet mondok, amikor az elmű és a gázcsekket befizetem. Mert az is egy szolgáltatás, mert anélkül nem lenne fűtés, meleg víz, stb. És ha úgy nézzük, hogy ez egy, ott is több ezer ember alkalmazott dolgozik, és az egy szolgáltatás, amit kapunk, és nem becsüljük meg, akkor ugyanúgy a beáramlásnál is sokkal más energiával jön a beáramlás. Szóval ha a kiáramlásnál már van egy blokk, és azt mondom, jaj, már megint van egy gázcsek, van egy elműcsek, akkor sokszor nem köszönjük ezt meg. És amióta én ezt elkezdtem megköszönni, köszönöm szépen, hogy az elműcsekket be tudom fizetni, és én megkaptam cserébe a szolgáltatást, ugye a beáramlás és a cégeimben ez megváltozott. Szóval a harmadik a ki és a beáramlásnak ennek az egyensúlyát megtalálni. A negyedik az meg a flow, hogy akár a munkahelyen olyan munkahelyet találni, amit szívből csinálunk nap mint nap, mert akkor este a párunkhoz, vagy a feleség férjhez, családhoz úgy megyünk haza, hogy szinte feltöltve megyünk haza. Ez majdnem feltöltve, mert egész nap azt csináltuk, amit szeretünk csinálni. És ez a flow állapotban, ugye a Csíkszentmihályi írta a Flow című könyvet, a magyar-amerikai író, hogy egy flow állapotban lenni, hogy akár én úgy kezdtem, hogy én csak napi 10 percekkel azt találni, amit tényleg szeretek csinálni. És nekem a könyvírás volt, amikor nálad is voltam 2 éve, 3 éve, és egyre több könyvet kezdtem írni, egyre több dolgot csinálok, amit szeretek csinálni. És így ezekből a 10 percekből órák, 6 óra, 7 óra, és most már szinte egész napomat úgy teltem, hogy áramlásban, egy pozitív áramlásban. És az utolsó, az meg a belső csend, és a belső szeretetet. Mennyire fogadjuk el önmagunkat? Nagyon sok ember látom, hogy ahogy nehezebben fogadja el önmagát, úgy a világ is, más emberek is nehezebben fogadja el őt. És ahogy az önfejlesztő programomon, a Delfin szívben, ott szoktam mondani, hogy ahogy a mi belsőnk változik, úgy a külvilágunknak az eredményei is változnak. És nagyon fontos ez a belső csend és a szeretetet elfogadni, tükörbe nézni reggelente, és azt mondani, én egy baromi jó csaj vagyok, vagy egy nagyon becsülöm magam, nagyon hálás vagyok, hogy ilyen vagyok. És megköszönni és becsülni, hogy amik vagyunk. Ezt akartam. Köszönöm szépen, ez egy nagyon szép összefoglaló volt végül is, azt gondolom, hogy ez az eszenciája. Ugye egy könyvbe 100 dolgot kiválasztottál, ami segített neked, én megmutatom ezt a könyvet a nézőknek, amit lehet most már kapni is, az a címe, hogy 100 út a boldogsághoz. Én magam azt tapasztalom, hogy igenis, amikor a boldogsággal foglalkozunk, akkor azáltal, hogy én erre adom a figyelmet, hogy ezt keresem, hogy erre vágyom, elkezdi magát megmutatni, elkezd megteremtődni a környezetben. Mesélj arról, Péter, hogy amikor te ezt eldöntötted, hogy ezen változtatsz, hogy igenis, először is gondolom, hogy egy komoly önkritikát gyakoroltál. Tehát azért az nem egy könnyű dolog, amiről te itt beszélsz, hogy megutáltad magadat. Tehát ez egy nagyon komoly kiinduló pont, amikor egy önvallomással valaki ezt bemeri ismerni magának, és ez nagyon becsülendő, nagyon tisztelendő, mert ezzel meg tudod érteni azt is, hogy valószínűleg ilyen hatással voltál a környezetedre is. És azért főleg azért egy komoly vállalkozó vagy, nem mindegy, hogy az üzleti partnereid, nem mindegy, hogy az alkalmazottaid milyen hozzáállással, mennyi szeretetet raknak ők maguk is bele a munkájukba, milyen háborús helyzetek, mennyire tudod könnyen irányítani őket, mennyire ajánlják ők maguk fel
a munkájukat, és nem pedig egy állandó energia a harc az, hogy el legyenek végezve a dolgok úgy, ahogy te szeretnéd, és ahogy a közös siker azt megkívánja. Hogyan látod azt, hogy hogyan hatott ez a te környezetedre azon kívül, hogy a tudatossággal és arra, hogy így odafigyelsz, hogy ezeket az energiákat elég konkrétan beviszed a mindennapjaidba. Hogyan változott meg az alkalmazottaiddal való viszony, a családoddal való viszony, és a végén meg majd beszéljünk a te gyermekedről, hiszen azért komoly apukája vagy te neki, hogy könyveket írsz a számára. Ezt ugye, ahogy mondtam, 12-14 éve az elengedéssel, a mostani fejemmel az elengedéssel kezdődött, és amikor az első kinezológushoz mentem, akkor ki kellett raknom ugye a kinezológiánál, hogy az izom szinteket tesztelik, és szándékosan nem mondtam semmit. Nem akartam mondani, hogy az anyukámnak az elvesztése 11 éves koromban történt, ki akartam, mert nem bíztam benne, nem hittem ennek annyira. Az akkori feleségem javasolta, hogy menjek, és bármit meg akartam csinálni, hogy ne ordibáljak másokkal. És az elengedés az úgy történt, hogy ki derítette, hogy akkor... Péter, nézzük meg, 15 és 20 év között volt neked egy nagyobb fájdalom, és akkor nem mozgott semmi izmom, akkor nézzük meg, 10 és 15 év között, igen, akkor mozgott, és pontosan a 11 és 11 és fél éves koromban kijött, úgyhogy nem mondtam neki semmit, és akkor annyira ezek az energiák, amit bent hagytam, ezt a feszültséget, és emiatt úgy engedtem ki a kiabálásokkal nap mint nap, ez 15 évnyi feszültség volt, az ott kijött egy része, mondjuk azt, hogy az 5-10-20%-a, ott le kellett esnem, szóval mindent megtettem, hogy ne, hogy álljak, hogy álljak mellette, meg ketten álltunk egymással szemben, és leestem a térdemre, és elkezdtem sírni 20-30 percig. És akkor kijött legalább 5 évnyi feszültség, meg az anyukámnak az elengedése, és a könyvben is ez az első pont, amit, hogy maga az elengedés egy nagyon fontos fázis, hogy tudjunk beengedni, és egy áramlást megengedni. De ahhoz először meg kell tanulnunk elengednünk. Ugye, amikor egy szülő önmagával ilyen szinten foglalkozik, akkor ennél nagyobb ajándékot nem tud adni a gyerekeinek is. Látod-e a gyermekedet, ahogy tovább viszi a benned lévő dolgokat? Változott-e az ő életében valami attól, hogy apukája megnyugodott, hogy apukája békés ember lett, szeretetteljes ember lett? Mesélj egy kicsit, a kislányod van neked is, ugye? Kisfiam. Kisfiad van, a kisfiaddal való kapcsolatodról. Ő is Péter, most 10 éves, pont holnap után megyünk Görögországba, alig várom. Ott igen érdekes, mert ugye még 8 éve, 7 éve, még akkor még voltak kiabálások, szóval ez csökkent, de még maradt a kiabálás, és... akkor láttam nála is, hogy stresszesebb napjai vannak, ahogyan én stresszesebb voltam, ugye ez kihat az én körülményekhez, és amiben én most változtam ebben az egy-két évben, látom, hogy ő is változik. És hagy mondjak erre egy példát, szoktunk menni ilyen lovas terápiára. És csak most hétvégén jöttem rá, több év után, Pilis Csabán csinálunk egy lovas terápiát, egy programot, és az elején, amikor mentem több éve, akkor ez egy olyan program, mint a Monty Roberts, ugye van a Suttogó film Robert Redforddal, és ott az az ő életéről szól valójában a Suttogó, és ez hogyan kapcsolódjunk a lóval. Az volt érdekes, amit csak most vettem észre, de már több éve ezt a hibát elkövetem, hogy az elején, amikor a körkaránban vagyunk, vagy vagyok,
akkor nekem a lovat kell vezetnem, hogy szépen nyugalomban fusson körbe-körbe. Hogy mondják magyarul? Fusson, vágtázzon. Vágtázzon. Igen. És a fiammal, amikor ezt csináltuk, akkor én is, amikor a kör közepén voltam, akkor odafutottam majdnem a lóhoz nagyon közel, és akkor vele vágtáztam együtt. Mert a tanárom azt mondta, hogy Péter, nem szabad hozzáérni a lóhoz, úgy kell elérni, hogy ő nyugalomban menjen körbe-körbe. Ez kicsit olyan, mint mindenkinek a belső világa, a körkarám. Ez egy gyönyörű hasonlat, és én is az elején, 5-6 éve, én is szinte a lóval együtt, teljesen kint, az ő tempójában is elkezdtem vágtázni, hogy akkor próbáljam nyomni, és olyan óriási köröket tettem. Amikor láttam, hogy a tanárom csak a közepén áll, és ő ott marad, végig ott marad, és akkor ő ugye csak azt a 10 centi kört tesz meg, én meg a 20 méteres köröket tettem. És akkor próbáltam minél jobban kontrollálni a lót, minél közelebb is lenni hozzá, és akkor észrevettem azonnal, hogy hú, hát ezt a cégemen belül is ugyanezt csinálom. A kontrollt, amit én akarok a alkalmazottaimnál átvinni, nagyon közel, gyerekek, ezt így, ezt ne úgy, és ugyanígy csináltam a lóval is. És ahogy észrevettem, hogy annál nyugodtabb vagyok, egy nyugodtabb belső énem van, és tudok a körkarámnak a közepén lenni, ugyanúgy ezt tudom reflektálni, vagy ugye tükrözni a lónál is. És akkor tudunk harmóniában, és az én világom az úgy, a én világomnak az eredményei ugye kimutatkozik a körkarámban, és a lóval, és az állatokkal, az alkalmazottakkal, mindenkivel. És ezt a változást érzem most a fiammal is kapcsolatban. Szép nagyon. Hogyan reagált a kisfiad az előző könyvekre? És mert ugye az én kislányom is olvashatta azokat a könyveket, volt olyan szerencsés, és most a Koldus király és a tolvaj című könyv, egy harmadik könyv is kijött. Ennek nekik is egy kicsit a történetéről mesélj, kérlek szépen, hogy ezek hogy születnek meg benned. Mi a célod ezekkel? Miért foglalkozol azzal, hogy a gyerekek kapjanak ilyen jellegű történetet? Ezek a Koldus királyok 1-2-3 az mind egy kis bölcsesség van benne, valami érdekes mondani való. Itt a pénzről is szól, ami ugye az én életemet is érintette, sokszor most is érinti, a pénz áramlásról, egy tolvajról szól, aki nagyon sok bankot rabolt, és most van egy új város, egy nagyon nagy város, ahol nem tudja egyedül megcsinálni, muszáj, hogy még két emberrel dolgozzon, és akkor felrak egy hirdetést a faluban, hogy keres két embert, persze nem mondja meg, hogy tolvajlásra, és akkor pont a Koldus király találja meg a hirdetést, és olyan érzése van, hogy neki segítenie kell neki, a tolvajnak, és pont a bank mellett van egy kolostor, és akkor átöltöznek szerzetes ruhába, és ott maradnak több héten keresztül, amíg kilesik, hogy hánykor zár a bank, milyen az őr, kik vannak ott a banknál, és annyira a végén a főrabló, ő kirabolja a bankot, de rábeszéli a fő pap, a kolostornak a fő papjára, végig is hallgat, és akkor visszamennek mindhárman a kolostorba, és ott maradnak. Miért jó ez, hogyha foglalkozunk azzal, hogy a gyerekeink kapjanak ilyen irányú tudást, vagy ismeretet is? Hát a gyerekünknek ők a nemzetnek a jövője, és ezért próbálok a gyerekekkel is, és főleg a gyerekekkel, szoktam ugye iskolákba, óvodákba menni, olvasni a könyveimet, és ha csak egy kis motivációt, vagy boldogságot, mosolyt tudok hozni a gyerekeknek, akkor már megérte. Ők fogják megformálni a jövőnket. Ugye most ugye mindig halljuk a hírekben ezeket a rém híreket, hogy háború, meg krízis, válság.
de ha gyerekeknek egy belső nyugalmat, békességet tudunk most mutatni, és a szülők ezt tudják, mert a gyerekek nem a szavaikból, és nem a rémhírekből mintáznak, hanem amit látnak, és amit éreznek, inkább az érzés. Mert az apukám vagy az anyukám mondhatta azt, hogy persze, kisfiam, minden rendben, amikor ők például egy stresszes, ha van egy háború, vagy bármi válság, ők stresszben vannak, de azt mondják nekem, hogy minden rendben, semmi gond, ne aggódj semmiért. Én akkor is az érzelmi rész, ami erősebb, azt látom. És lehet, hogy én is úgy növök fel, hogy akkor én a gyerekemnek, persze minden rendben, de belül meg stresszben vagyunk. Szóval a minta, példaképet, amit tudunk mutatni, hogyha mi egy belső boldog, belső békét tudunk mutatni gyerekek. Hogyan látod a jövőt, Péter? Én nagyon pozitív van. Erről több videót raktam már fel a csatornámon. Nagyon érdekes, nagyon szeretek erről beszélni, hogy én a jövőt két típusú kategóriába szeretném, vagy szoktam sorolni. Van a digitális jövő, ahol VR szemüveggel, 3D-s VR szemüveggel és ilyen búvár ruhában, ezek már kaphatók, 5 millió forintba kerül ez a búvár ruha, és teljesen ilyen beépített szenzorokkal vannak, és érezzük, hogy tegyük fel, te egy jóga tanár vagy, Japánban élsz, a tesóm Ausztráliában él, én meg itt, akkor mi egy időben tudunk te alattad akkor jógát tanulni. És ha te megfogod a kezemet, akkor ezek a szenzorok, akkor én érzem itt Pesten, hogy te Japánból meg egymás kezét megfogtuk. Szóval ez egy 3D virtuális világ. Úgy érzem, hogy nagyon sok ember fog élni ebben a virtuális világban, szóval több millió ember fog ezt az utat választani, és ezt nem mondom, hogy itt nincs jó vagy rossz, szerintem itt amit döntünk, hogy szerintem ez lesz egyfajta jövő, és a másik fajta az meg közösségekben, akik nem szeretnének annyira a digitális jövőben élni, hanem farmon, közösségben, és két ember közt élni. Szerintem ez a kettő fog elkülönböztetni az emberiséget a közeljövőben. Köszönöm. Hát igen, egy nagyon... Ugye amikor először találkoztunk, akkor még inkább az üzletemberi rész volt erős, még akkor valahogy jobban kötött valószínűleg még az üzleti világ, amit igen, hogyha egy vezető felelősséggel érez az alkalmazottai iránt, akkor az nem csak egy jól menő vállalkozó, akire rámondják, hogy persze, Peter, neked könnyű boldognak lenned, hiszen te gazdag vagy, te neked egy jól menő, sikeres üzleti vállalkozásod van. Megkérdezik-e azt tőled, hogy oké, de hogy érted el ezt a sikert? Vagy mekkora felelősség megtartani ezt, és gondoskodni utána az alkalmazottaidról, és állandóan fenntartani azt a sikert, hogy te munkabért tudjál nekik fizetni, hogy ennek a terhét, a felelősségét, a súlyát te hogy bírod el, hogyan tudod összeegyeztetni most az üzletet, és a delfin szív keretében belül pedig meg felolvasást tartok a gyerekeknek az óvodába. Hogyan fér ez így össze, ez a kettő egymással? Hú, ez egy nagyon jó kérdés. Nagyon hálás vagyok, 26 fős csapatom van, és nagyon sokat segítenek, és egy bónuszrendszert alakítottam ki. Szóval tényleg teljesítés, és annyira jó látni, hogy ők egymásért ott vannak, és nagyon odaadják magukat, mintha saját cégük lenne. És szeretnék is, a Gunnar Grihának van egy, nagyon felnézek Gunnar Grihának, aki többször ugye adott itt nálad is elő, hogy ha jól tudom, ő is a cégeinek egy részét odaadta az alkalmazottaknak. És ezzel már teljesen más energia, teljesen sokkal jobban odafigyelnek, és tényleg
tényleg létezik az, hogy ők saját maguk tudják fenntartani ezt a cégen belüli kultúrát. Szóval nem kell mindig a tulajdonosnak végig ott lenni, hanem ha átadom azt a bizalmat nekik, akkor és úgy érzem, hogy ezt nagyjából meg tudtam oldani. Én heti egyszer, kétszer találkozok a személyzettel, és ezáltal van időm a könyvekrel, a Delfinszív programmal, mert az idő, ugye az időnk a legnagyobb kincsünk, és sokszor ezzel szeretnék visszaadni azt a tudást, amit én kaptam. Én pénzt nem nagyon kaptam, ugye mondtad a gazdag szülőket, ez így van, szóval nagyon... Nem már a gazdagságot, mert te vagy nárom. Érted el az üzlettel. Én értem el, hozzátenném, hogy nagyon, szóval nagyon gazdag szüleim vannak, nagyon sikeresek, de én nem nagyon kaptam pénzt tőlük, hanem én építettem fel egy szobából a 200 lakásig a vállalkozást, de a tudás, ami a fő dolog, és ezt a tudást szeretném másoknak is átadni, ahol a beáramlás, ez pénzáramlás is, meg a szeretetnek az áramlása, meg a visszaadás. Ismerek több milliárdost, akinek mondjuk havi 10 millió, nettó havi 10 millió forgalma van, tisztán annyit keres, nem forgalma, profitja, bocsánat. De magára csak 50 ezer forintot költ. És ismerek, aki 500 ezeret keres, és az egészet elkölti, de szeretetből ad magának. Megengedi magának, hogy meg azt az értéket, hogy igen, megengedem, hogy én most magamra költök, és szeretetből megy el. Amikor a 10 milliós ismerősöm, ő meg már az 50 ezer forintot is sajnálja kiadni. És itt is ezt nekem meg kellett, most kicsit magamról is beszélek, az én múltamról, mert nekem is meg kellett tanulnom, vagy ezt elengedni, hogy megengedni magamnak dolgokat, mert én is minden fillért félre raktam, és így raktam össze a lakásokat, befektetéseket, hogy ahogy ez megvolt, itt az áramlás is megerősödött. Meg kellett változni egy igen. Kicsit. Nagyon, hát kicsit nagyon. Peter, mit ígér a Delfinszív program? A Delfinszív egy csukott szemű gyakorlatokból áll össze, többnyire. Előadásaim is vannak, meg más vendégeket szoktam meghívni, spirituális, meg akik már üzleti életben sikereket értek el. És ezek csukott szemű gyakorlatok, ami megerősíti a belső intuíciónkat. Mert ugye, ahogy mondtam, ahogy a belső világunk változik, úgy a külső világunknak az eredménye is változnak. És vannak, gyönyörűen kimutatja, vagy rálátást ad, hogy tegyük fel, egy teremben vagyunk, mindig egy teremben vagyunk a Delfinszívnél, és akkor a terem végén van egy cél. Valaki képviseli a célt, valaki az akadályt, valaki a pénzbeáramlást, és csukott szemmel az a 95% tudat alattunk. Úgy élünk minden nap. Mert sokszor azt hiszük, hogy az 5% tudással élünk, mert ha nyitva van a szemünk, és a teremnek a végén oda kéne mennem, akkor egyszerűen ugye kikerülöm az akadályt, oda megyek a segítő beáramláshoz, aki azt képviseli, és oda megyek a célhoz a végén. Szóval az könnyű, azt mindenki meg tudja csinálni, az az 5%. De nem így élünk, hanem a 95% tudat alatt élünk nap mint nap, és az érzelmi döntésekben adunk el gyorsan lakást, veszünk-e valamit nagyon gyorsan, kapkodva, stresszel, és úgy éljük valójában az életünket. És ez a program csukott szemmel és nyitott szemmel megerősíti ezt a rálátást, hogy mi ahogyan változtatunk a termen belül, úgy a külső világban is tudunk változásokat hozni. Jó, Peter, utolsó kérdésem, hogy neked mi a
további elképzelésed? Merre tartasz? Létezik-e még valami cél, amit nem valósítottál meg az életedben? Folyamatosan hálás vagyok, hogy teremtés, hogy teremtésben vagyok, folyamatos teremtésben. Most vettem éppen egy telket Pilis Csaba mellett, a Balogh Béla központtól 400 méterre amúgy, a meditáció központtól, és én is szeretnék egy meditáció és egy előadási termet csinálni, központot. Minden, én tudom, hogy ez össze fog jönni, és nagyon hálás vagyok mindenkiért, aki már eddig is támogatott benne. A Gunagriha vonal is segít ebben, mert a tervezők, meg akik fogják felépíteni, ott is sok segítséget kaptam, szóval nagyon hálás vagyok a Gunagriha vonalnak is, ágazatnak. Ez most egy nagy álmom, amit szeretném, hogy akkor a közeljövőben ez meglegyen. Jó, Péter, hát én nagyon szépen köszönöm. Ajándék vagy nekünk, ajándékok a könyveid, a kislányomnak nagyon tetszenek a könyveid, úgyhogy én is teljesen egyetértek veled, hogy rájuk nagyon kell figyelni, mert ők a jövőnk, és hiszek abba, hogy néhány tudatos szülő komplett generációkat tud már kicserélni, akik az egész világra kihatással lesznek, és amit mi nem tudunk megváltoztatni, átalakítani, azt ők majd el fogják végezni. Ki fogjuk írni az elérhetőségeidet, hogy aki szeretne kérdezni, vagy részt szeretne venni a programodon. Te már bizonyítottál, tehát én tényleg jó szívvel ajánlalak másoknak is. Nagyon jó, nagy élmény veled találkozni, mindig feltöltő, amikor beszélünk, vagy találkozunk, úgyhogy nagyon sok sikert kívánok neked a továbbiakhoz is. Nagyon köszönöm, hogy itt lehettem, nagyon köszönöm a kérdéseket, és neked is nagyon sok szeretetet, sikert, és a nézőknek is. Köszönöm szépen még egyszer ennek. Köszönöm. Nagyon szépen köszönjük Önöknek is, kedves nézőink, a megtisztelő figyelmüket. Önök VNTV-t láttak, korábbi adásainkat a VNTV YouTube csatornán láthatják. Viszontlátásra! Thank you.